Nemrég nyílt meg a Magyar Fejlesztési Bank 60 milliárd forintos hitelkerete a digitális fejlesztésekre. Így már nincs fejlődésgátló forráshiány, hangzott el a Szabolcs-Szentmihályi megyei kereskedelmi és iparkamarában tartott konferencián. Az MFB vállalkozások számára elérhető új hiteltermékeiről részletes információkat kaptak a rendezvényen megjelent kis- és középvállalkozások képviselői. Mik a keretszámok? 1 millió és 50 millió forint közötti hitelösszegről beszélhetünk. Én azt gondolom, hogy ez pont az az összeg, ami összeghatár vagy sáv, ami a kisebb vállalkozásoknak is abszolút elérhető, és ha mellé teszem azt, hogy ebben a programban közel 60 milliárd forint van, annyi lett átcsoportosítva erre a finanszírozásra, akkor azt gondolom, hogy számosságban is ez nagyon sok vállalkozást jelent, aki élhet ezzel a programmal. Az első két hétben több száz pályázat érkezett erre, így a 60 milliárd forintos keretből 4 milliárd forint már elfogyott. A hatékonyság növeléshez azonban elengedhetetlen az információs technológia és az automatizálás összefonódásából eredő szemléletváltás, nem csak a gyártásban. Az új gondolkodásmóddal lehet csak az ipar 4.0 korszakában versenyben maradni. Az üzleti szektor egyik legnagyobb problémája azonban még mindig a munkaerőhiány. A betöltetlen álláshelyek száma 30%-kal növekedett a tavalyi évhez képest. Nyilván az, hogy most 83 ezer fő, az sok vagy kevés, az megítélni viszonylag nehéz. Hogyha abból a szempontból nézzük, hogy a teljes nemzetgazdasági szempontból számított álláshelyek majdnem 3%-a betöltetlen, tehát lenne hely, csak nincs, akit oda föl tudnak venni számtalanokból. Ez egy nagyon fontos mutató, azt gondolom. És nagyon fontos mutató az, hogy abból a 83 ezerből 62 ezer az gyakorlatilag a versenyszférában jelentkezik. Tehát, hogy itt azért a vállalkozások számára ez egy kézzel fogható, a bőrön érződő probléma. A szervezők szerint sikeresek ezek a konferenciák, hiszen általában 100 fő vesz részt rajtuk. Főleg IT szakemberek, HR-esek és pénzügyi osztályok képviselői. A nyíregyházi konferencián 14 különböző előadást hallhattak az érdeklődők. A roadshow következő állomásai Kecskeméten, Székesfehérváron, Győrben és Budapesten lesznek.